A 12. életévüket betöltött 7. osztályos lányok és fiúk a 2023-2024-es tanévben is lehetőséget kapnak arra, hogy térítésmentesen részesüljenek a humán papilloma vírus elleni védőoltásban. Az érintett korosztály számára ingyenesen felajánlott HPV elleni vakcina beadatása önkéntes, ezért a szülőknek szeptember 11-ig írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy kérik egy gyermekük számára az oltóanyagot. A védőoltást a korábbi évekhez hasonlóan, idén is októbertől kezdődően az iskolai kampányoltás keretében adják be a fiataloknak. Akkor lesz esedékes az első oltás a 15 évesnél fiatalabbak számára, és majd 6 hónap múlva, 2024 áprilisában kapják meg a második oltásukat. Ugye a 7. osztályban nem csak 15 évesnél fiatalabb tanulók vannak, hanem akik már betöltötték a 15. életévüket, nekik 3 oltás szükséges, tehát ők az elsőt októberben, a másodikat decemberben, a harmadikat pedig 2024 áprilisában fogják megkapni. A védőoltási program célja, hogy csökkentse a HPV vírus által okozott daganatos megbetegedések és halálesetek számát. Dr. Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi osztályvezetője elmondta, a humán papilloma vírus okozza a rákos betegségek 5%-át világszerte. Mindkét nemet, tehát férfiakat és nőket is érinti. Leggyakoribb, ugye, és ami köztudott, hogy a HPV az méhnyakrákot okoz, de ezen kívül más rákos megbetegedésért is felelőssé tehető a humán papilloma vírus. A vírusnak több mint 100 típusa ismert, természetes úton történő átfertőződés, tehát a fertőzést követően 90%-ban spontán leküzdi a szervezet a fertőzést, de nem marad természetes védelem, nem történik immunválasz, ezért történt tulajdonképpen a védőoltás kifejlesztése. A szakember hozzátette, az oltás hosszú távú védettséget alakít ki a HPV több variáns ellen is. Iskolai kampányoltás során alkalmazott oltóanyag 9 HPV típus tartalmaz, ebből 7 olyan HPV típus, amely a leggyakrabban okoz daganatos megbetegedést, illetve van 2 további olyan típus, amely a nemi szervi szemölcsök kialakulását előzheti meg. A nemzetközi ajánlások alapján 7. korban a legideálisabb az oltás beadatása.